Először is szeretném megköszönni Sándor Attilának a felkérést, hogy tartsak előadást a Szegedi Gombász Egyesület mikológiai tanszékén. Hát miután egy tanszékről van szó, ennek megfelelően az előadás címe is úgy lett kiválasztva, szerintem te egy kicsit tudományosra sikerült, és ezért lett gombaszagok kémiája. Remélem, hogy ezzel a komoly címmel nem sikerült sok érdeklődőt elijesztenem. Miről is lesz szó tulajdonképpen? Hát a gombák szaga, illata egy fontos szerepet játszik a gomba határozásban, mivel a szag sok esetben fontos határozó bélyekként használható. Miről lesz szó az előadás? Szó lesz az előadásban röviden a szaglószer működéséről, szagérzékelési problémákról, a gombák megszagolásának, szagolásának technikáról, ezzel kapcsolatos tanácsokról. Majd több példán keresztül fogom ismertetni a szagoknak, a illatoknak gombahatásban játszott szerepét, a szagokat, illatokat előidéző illékony vegyületeket, egyes gombák szagával kapcsolatos érdekességeket. Remélem, hogy az előadás nem lesz unalmas, annyit mindenesetre előjáróban le kell szegeznem, hogy kémiai ismeretekről nem lesz szükség, tehát nehogy valaki az előadást azért ne nézzen fél attól, hogy kémiai képletek fognak rázudulni. Az előadás körülbelül 50 perc hosszú lesz, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a megértés az nem szükségesek kémiai ismeretek. Én a hosszú évek során elég gyakran tartottam gombaszagokról előadásokat, számos cikket is írtam, ezt majd a végén felsorolom. Igyekeztem ezt az előadást úgy összeállítani, hogy olyan érdekesek is előkerüljenek, amelyek az előző előadások során nem merültek fel. Hát lássunk hozzá! Ugye azt lehet mondani, hogy a madara tolláról, ember barátjáról, egy kis túlzással hozzá lehet fűzni a gombát, szagáról lehet megismerni. Az, hogy a gombák szagának milyen jelentősége van, az lehet látni abban is, hogy a gombaszekő tevékenység végzéséhez a következő papírra is szükség van. 5 évnél nem régebbi orvosi igazolás vagy hiteles másolata, amely igazolja a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működése vonatkozó alkalmasság. Most az érzékszerveknél ugye hát elsősorban látásra szoktak gondolni, de újabban már azt is igazolni kell az orvosnak, hogy a szaglása az illető személynek rendben van. Aki már ilyen igazolást megpróbált beszerezni, az tapasztalhatta azt, hogy ez sok esetben az orvosok értetlenül állnak ezelőtt a dolog előtt, mert nem tudják, hogy hogyan vizsgálják meg az illetőnek a szagló érzékenységét. Hát erre vannak speciális módszerek, megfelelő laboratóriumokban, de ezzel én nem szeretném az időt tölteni. A szaglásról szeretnék néhány dolgot dióhéjban elmesélni. Ez azért is fontos, mert a szaglási technika, hogy a gombákat megszagoljuk, azoknál ezek a dolgok szerepet játszhatnak. A felső orrjáratban körülbelül 1,5-2,5 négyzetcentiméteren körülbelül 400 receptor helyezkedik el, ezek vesznek részt a szagló érzékelésben. Itt lehet látni az ábrát. Bármi hihetetlen és meglepő, az egyik legérzékenyebb érzékszervünk, a szaglószervünk, több mint 1 billió szagot vagyunk képesek megkülönböztetni. Na most természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy az 1 billió szagot meg tudjuk nevezni, hanem azt jelenti, hogy ezeket ennyi különféle szagot tudunk megkülönböztetni az orrunkkal, hát nem tudjuk megmondani azt, hogy milyen szagot érzünk, de meg tudjuk különböztetni, hogy egyik szag nem ugyanaz, mint a másik szag. Nagyon fontos a szagérzettel kapcsolatban az, hogy a szaganyagok mozgásban legyenek. Tehát az, hogyha nem lélegzünk, akkor nem érezzük meg a szagot, tehát a szaganyagnak mozgásban kell lenni, úgy kell bejutni a szaglási tartományba, ahol a receptorok elhelyezkednek. Tudjuk azt, hogy a felső orrjárat ventilációja rossz, tehát ha azt akarjuk, hogy feljussanak ezek a illékony anyagok, amik a szagot előidézik, akkor szippantani kell. Tehát az a jó dolog, amikor az ember szippant, hát nem véletlenül lehet látni a kutya is, meg a disznó is szippant az orrán keresztül, és így viszi föl azokat az illatanyagokat, és így jutnak el az illatanyagok a szakérzékelő receptorokhoz. Nagyon fontos és érdekes jelenség, és erre fogunk példákat látni majd,
hogy az anyag koncentráció befolyásolja a szagérzetet. Tehát nem mindegy, hogy abban mondjuk egy vízben mennyi van egy bizonyos szaganyagból, attól, ha több van, vagy kevesebb van, más és más szagérzetet fogunk látni. Erre egy pár példát a gombák esetében is fel fog sorolni. És mi befolyásolja a szaglás érzékenységet? Hát elsősorban a nikotin. Tehát az, aki dohányzik, az általában a szagokat nem könnyedén tudja megérezni, megkülönböztetni, tehát a szagló érzékeny tönkre teszi a nikotin. Azt is megérezném ezzel kapcsolatban, hogyha olyan szobába próbálom gombákat szaglászni, vagy bármi mást, amelyben dohányoznak, akkor az nehezen fog menni. Befolyásolja a szaglás érzékenységet az idegrendszer állapota is, tehát milyen állapotban van az illető, aki szagolgatja mondjuk a gombákat. Nagyon fontos dolog a gyakorlás. Tehát akkor is, hogyha valakinek a szagló úgy érzi, hogy a szagló érzékenysége nem megfelel és nem tudja megkülönböztetni a különböző szagokat, nem tudja, hogy melyik szagot, hogy milyen szóval írja le, gyakorlással lehet a szaglás érzékenységet fejleszteni. Függ a szaglás érzékenység a nemtől is. Általában az a helyzet, hogy a hölgyek jobb szaglóérzékenysége jobb. Ezt azzal szokták magyarázni többek között, hogy a hölgyek például a főzés étel készítése során több figyelmet szentelnek a szagoknak, és ennek megfelelő szaglóérzékenység is jobb. A kor. Sajnos a korról azt kell mondani, hogy az idősebb embereknek a szaglóérzékenysége az csökkent. Ez régebben olyan problémát is okozott, hogy például a gázömlés volt a lakásban, az idős ember esetleg nem vette észre, mert lecsökkent szaglásérzékenységgel rendelkezett. Most érdekes dolog még, és ezzel is fogunk találkozni a gombáknál, és a gyors fáradékonyság. A szagló szemünk elég gyorsan elfárad. Erre egy olyan példa van, hogyha van egy szoba, ahova bemegyünk, és nagyon rossz szagot érzünk, büdös van a szobában, egy idő után nem érezzük a szagot, nem érezzük azt, hogy büdös van a szobában. Mikor érezzük újra? Akkor érezzük újra, ha mondjuk kimegyünk a szobából egy másik helyiségbe, és utána visszajönk a szobába, akkor megint érezzük azt, hogy a szobában büdös van. Tehát elfárad az embernek a szaglószerve. És nagyon fontos tudni azt is, hogy a szaglószerv és az ízlelőszerv együtt működnek. Tehát akkor, amikor egy ételt elfogyasztunk, például egy finom húslevest, akkor annak az érzékek, amik keletkeznek, egyrészt az ízlelőszervből jönnek, másrészt meg a szaglószervből jönnek. Azt szokták mondani, hogy a szaglószerv 75%-ban működik, és a 25%-ban működik az ízlelőszerv együtt. Hogy ez így van valóban, lehet látni, lehet onnan is tudni, a szaglószervnek az ízlelésben fontos szerepe van, hogyha például ha náthásak vagyunk, akkor nem érezzük az ételeknek az ízét, vagy pedig ha befogjuk az orrunkat és úgy eszük a húslevest, akkor szintén a húslevesnek az ízét nem érezzük megfelelő módon. Ezzel a gombákkal kapcsolatosan azt jelenti például, hogy sok gomba lisztszerű szaga csak megkóstolva érezhető, tehát meg kell kóstoljuk, és a szaglás és az ízlelés együtt adja azt a szaglási élményt. Ez egy nagyon fontos fogalom, a szaglási küszöbérték. A szaglási küszöbérték az azt jelenti, hogy mi az a koncentrációja egy anyagnak, amit mérzünk. Tehát bemegyünk, és attól függ, hogy mennyi illatanyag van valahol valamelyik mintában, hogy mi az, amit megérzünk, melyik az a minimális mennyiség. Most ennek a meghatározása bármi hihetetlen is, szubjektív módon történik szaglással, ilyen szagló panelekben lévő emberek vannak, akik azokat a mintákat szagolgatják, közben növelik, változtatják a koncentrációt, és azt mondja, most nem érzek semmit, és egy bizonyos koncentráció, bizonyos számnál érez valamit. És akkor összevetik azokat, hogy a különböző emberek mikor érzik azt, hogy valamiben van valamilyen szag, és ez lesz a szaglási küszöbérték. Ezt meg lehet csinálni úgy is, mert egy előadásban, gombaadásban régebben a TIT-ben csináltuk azt, hogy talán nem a titbe, hanem egy másik gomba eladásnál csináltuk azt, hogy különböző mintákat szagolgatott mindenki, volt 6 vagy 7 minta, ahol a koncentráció az illatának változott, és akkor mindenkinek kellett mondani, hogy megérzem, nem érzem, gyengén érzem, erősnek, és ebből nagyon jól meg tudtuk hatalni 40-50 ember esetében a hivatalosan meghalt a szaglási küszöbértéket. Most mit kell tudni a szaglási küszöbértékhez, hogyan lehet azt jellemezni? Hát ezt PPM-mel szokták jellemezni,
egy valamilyen illatanyagnak a koncentrációjában, és a ppm azt jelenti, hogy part per million, tehát egy millióban egy részecske van, tehát mondjuk egy tonnában, mondjuk vízben egy gram illatanyag van, ez van hihetetlen, akkor az egy ppm, a szaglási küszöbérték, ha érzem annak a szagát. A kellemes és virágillatok esetében 0,1-10 ppm a szaglási küszöbérték, tehát meglehetősen alacsony. Na most van ám az, hogy a ppb-vel is lehet jellemezni egyes anyagoknak a szaglási küszöbértékét, tehát sokkal érzékenyebb az szaglószerünk ezekre az anyagokra. Ez azt jelenti, hogy ha 1 mg van egy tonna vízben, mondjuk 1 mg, akkor már érzi az orvunk. Ez bármi, ez nagyon hihetetlenek tűnik, de ez így van. Ezek az anyagok, amelyeknek ilyen alacsony a szaglási küszöbérték, azok bomlásból származnak, védekezés céljából kibocsátott anyagok, és ezek az anyagok 0,1 ppb szaglási küszöbértékkel rendelkezik, tehát nagyon messziről meg lehet érezni ezeket a szagokat, tehát tessék rágondolni például a erdei szömörcsögre, és még más példák is lesznek, ott is nagyon messziről már lehet érezni az erdei szömörcsög rettenetesen üdös szagát. Azt mondhatjuk, hogy a gombák általában 5-15 ppm illékony anyagot tartalmaznak. Ez azt jelenti, lefordítva egyszerűbb módon, érthető formában, hogy 10 dekagram gomba 0,5-1,5 mg illékony anyagot tartalmaz. Tehát nagyon keveset tartalmaz, de mégis nagyon jó szagérzetet keltenek a gombák. Az előbb már említettem azt, hogy ugyanaz az anyag képes különböző koncentrációra más szagérzetet kelteni. Így például a rózsaolaj töményen kellemetlen, nagy hígításban pedig kellemes. Hát tessék gondolni a rózsa illatú kölnire. Vagy a szkatol, ami az emberi ürüléknek is egy fő komponense, töményen büdös, hát ezt nem is kell mondanom, de nagy hígításban jázmin illatú. Vagy ilyen anyag a kumarin, ami töményen bőrszagú, aztán ha kevésbé tömény, tehát elkezdem hígítani, akkor szénaszagú lesz, és végig szagos műve lesz. Na most kimutatták ezt, hogy egy szaganyag nagyobb koncentráció, nagyobb receptort aktivál, mint ugyanaz a vegyület kisebb koncentráció, és így más szagérzetet keltett. Tehát ennek az a magyarázata, hogy több receptort aktivál a szaganyag, és ennek megfelelően a szagérzet is más lesz. Most ezzel a jelenséggel meg lehet magyarázni azt a tapasztalatot, hogy például egyes gombákban ilyen a büdös pereszke, előfordul indol, ami a büdös pereszkek, az a kellemetlen világító gáz, kénhidrogén szagát idézi elő. Ez nagy koncentrációban bűzös, míg nyomnyi mennyiségben bármi hihetetlen is világillatú. Hogy a gombáknak milyen fontos szerepet játszanak a gombáknál a szagok, azt csak ezzel szeretném ezzel a diával illusztrálni, ahol hát föl van sorolva egy csomó gomba név, magyar neve, ahol lehet látni, hogy mindegyiknek az valamilyen szag is szerepel a nevében. Tehát ez csak egy illusztráció arra vonatkozóan, hogy rengeteg gomba esetében a szag egy jellemző sajátság tulajdonságnak számít. A gomba határozásnál során a gomba szagát egy fontos, de egy tulajdonságnak kell tekinteni a gombafajt jelentő többi sajátság között. Tehát nem egy olyan sajátság, aminek alapján biztosan meg lehet egy gombát határozni, de nagyon fontos lehet bizonyos esetekben. Most néhány dolog ez a gomba határozásban a kapcsolatban a gombák szagáról általában. Hát legtöbb esetben a gomba szaga a legkifejezetten a lemezeknél és a csöves termőrétegnél van, tehát célszerű ott szagolgatni a gombát, majd fogjuk látni. Ha olyan gomba van, aminek a szaga csak a tömb bázisánál érezhető, hát ilyen például az okerszívű tinóru, ez azt jelenti, hogy a szaganyag tulajdonképpen hordozója a micélium. Ugye, mert az okerszívű tinórunak a termőteste az nem fenolszagú, majd fogjuk látni, hanem ellenben a micéliuma, a szaganya a bázisnál érezhető ilyen szag. Most mitől függ a gomba szaga? Hát a gomba szaga függhet a termőtest korától is, húsának nedvességtartalmától, valamint a levegő nedvességtartalmát, és ennek megfelelően különböző lehet. Hát ezért van az, hogy sokszor nem jól érezzük a gomba szagát, mert vagy nagyon nem elég nedves, vagy túl nedves, vagy kiszáradt, és nem érezzük a szagát.
Most nagyon probléma lehet a nagyon kismereti termőtesteknél, azoknak a szagának a meghatározásánál. Ezt érdemes úgy végezni, hogy műanyag zacskóba vagy egy műanyag dobozba zárjuk a kis, nagyon kismeretű termőtesteket, hagyjuk benne egy darabig, majd a zacskót rövid időben óvatosan kinyitjuk és beleszaglászunk. Néhány gomba, például ilyen az ízletes vargány, a kusmagomba, jellegzetes szaga, főleg szállítás során jelentkezik, ezt is figyelembe kell venni. A gomba szaga jelentős mértékben változhat a gomba termőtestének fejlődése folyamán, valamint a gomba leszedése után eltelt idő függvényében. Tehát tanácsos az tanácsolható, hogy amikor a gombát leszedjük, akkor szagoljuk meg a gombát ott rögtön a helyszínen, és jegyezzük meg, hogy milyen szaga volt, mert utána már lehet, hogy mikor hazaviszünk néhány óra múlva, akkor már más lesz a szaga, és nem ugyanaz lesz, ami a fizsgombának a szaga lenne. Azt is tudjuk, majd fogunk róla beszélni, a szarvasgombáknál a fejlődési fázisuk végén rövid idő a termőtestek szétesnek, áramlanak ki a nagyon intenzív szaganyagok, hogy milyennek az oka, mert a későbbiekben szó lesz. Hogyan szagoljuk meg a gombát? Milyen tanácsokat lehet adni? Hát a tenyérből körül szaglászunk, tehát lehet látni, körül szaglászunk, urunkat oda közel visszük a gombához, a lemezekhez, a csöves termőrétekhez, és szippantgatunk, és szagolgatjuk a gombát. Aztán ajánlatos a kalapúzsra egy keveset ujjaink között szétdörzsölni, és azt is megszagolni. Tanácsos példa a lemezeket szétdörzsölni, mert vannak olyan gombák, mint a cédrusszagú galambgomba, amelyeknél a lemezeket szét kell dörzsölni, és akkor érezzük a cédrus szagát. A cédrus szag az tulajdonképpen a ceruzának a szaga, a régi ceruzának a szaga, amikor cédrus fából csináltak ceruzákat. A szagos galambgombánál az keserű mandula illatú, de a szétnyomkodott lemezek azok büdös galambgomba szagára jellemző szagot terjesztenek. Egy kellemetlen avasolaj szagához hasonlít. A finom és gyenge szagok érzékeléséről már szó volt. Most azt is meg kell jegyezzük, hogy a csipős gomba kóstolása megbénítja a szagló érzéket. A csipős gomba ugyan a ízlelő bimbókra hat, de mégis meg tudja bénítani a szaglási érzékünket. Ezen úgy lehet segíteni, hogy karamell cukorkát vagy szállított szilvát viszünk magunkra, és azt magunkra is azt megkóstoljuk, esszük, elrájuk, és akkor újra helyreáll a szagló érzékünk. Dohányozni egy gombásznak, pláne gomba szaglás során szigorúan tilos. A különböző szagok pontos leírása sok esetben nehéz, a szagérlékeik meglehetősen szubjektív. Ez egy nagy probléma. Tehát nagyon sok esetben nem tudjuk leírni a szagot, nem tudjuk megmondani, majd látni, hogy később nem tudjuk megmondani, milyen szag, és az emberek ugyanazt a szagot más módon írják le. És a szagérzékelés is meglehetősen szubjektív, is ennek megfelelően, tehát vannak, akik jobban éreznek bizonyos szavakat, kevésbé éreznek bizonyos szavakat, tehát ezért van az, hogy amikor leírják egy gombáknak milyen szava van, akkor egészen furcsa dolgokat lehet találni. Egyik példa, hogy az a gyilkos galóca, hogy milyen szava a gyilkos galóca. Na most én ezt nem fogom felolvasni, de itt lehet látni, hogy a gyilkos galóca szagát a különböző gombakönyvek, gombászkönyvek máshogy és máshogy jellemzik. Hát van itt minden, jelenleg kumpli vagy mészszagú, szag édeskés gyűjtés után valami erősebb, szaga különösen idősebb a feltelen édeskés, szaga jellegzetes kis a nyersburge emlékeztető, ami lehet édesen émengős is. Tehát máshogy vannak a szagok jellemezve a különböző könyvekben. Amit ha megnézzünk, egy dolgot azért általában meg lehet találni benne, tessék megnézni, az kékkel van jelölve, ez az édeskés. Tehát milyen szaga, gyilkos galóca, édeskés. Hát én azt furcsának tudom, hogy édeskés szagról beszélünk, de hát ezek vannak a különböző gomba határa könyvekre, tehát megkérjük, hogy milyen szaga, gyilkos galóca, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen édeskés. Aztán még hozzá lehet tenni egyéni ízlés szerint még a különböző itt szereplő szagokból is néhányat. Érdekes egy kérdés az, hogy hogyan deríthető ki, és ugye ez már a kémiai része, de csak nagyon rövid ideig leszünk itt, hogy milyen vegyületek felelősek a gombák szagáért. Tehát ez már nagyon régi kérdés volt, ugye fölmerült, és főként ez a kérdés a szarvasgombák során merült fel, mert a szarvasgombák nagyon drága gombák, és nagyon régóta piszkálja a vegyészeknek és a gombászoknak, mikológusnak az orrát, hogy vajon milyen vegyületek vannak benne, mert hát ha lehet utánozni a szarvasgombák szagát.
Hát ott nagyon sok vizsgálatot végeztek, egy csomó nincs is az irodalomba leközölve, azért, mert ugye ez egy üzleti titoknak is számíthat. Most különféle módszerekkel lehet megállapítani, hogy milyen vegyületek vannak benne. Három fő módszer van. Az egyik az, hogy a termőtestből kioldjuk az illatanyagokat valamilyen oldószerrel, ezeket a komponenseket gázkatográfon szétválasztjuk, majd tömegspektrométra azonosítjuk. Tehát az illatanyagokat gázkatográf választja szét, és utána tömegspektrométer lehet megmondani, milyen anyagok vannak benne. Aztán van egy úgynevezett gőztéranalízises módszer, berakjuk a gombákat egy üvegbe, ott elillannak belőlük az illatanyagok, ott vannak benne az üvegbe, és utána egy injekciós fecskendővel mintát veszünk a gőztérből, és azt ugyanígy gázkatráp tömegspektrométre megvizsgáljuk. Aztán van a harmadik módszer, ugye szilárdfázisú mikroexakció, ami azt jelenti, hogy beteszünk egy olyan anyagot abba a légtérbe, ahol a gomba van, aminek a felületén be van vonva valami, és ezen megragadnak az illatanyagok, és utána azt az a gázfotográfiás tömegspektrométeres módszerrel analizáljuk. Na most már itt rögtön lehet látni ugye azt is, ami az a következő dián meg van jegyezve azt, hogy a különböző módszerek nem feltétlenül ugyanazokat az illatanyagokat mutatják ki. Tehát ez a három módszer nem mindegyiket. Van, amit kimutathat, van, ami egyben többet mutat ki, hogy attól függően, hogy elpárolog ebben a gőztérbe, vagy pedig kioldódott-e az illető oldószer, tehát más és más illatanyagok lehetnek. Tehát ne lepődjünk meg, hogy a különböző cikkekben ugyanarról a gombafajról más és más illatanyagokat mutatnak ki. Érdekes azt is már most itt megjegyezni, hogy a szarvasgombák esetében ezen túlmenő az eredmény befolyása az is, hogy milyen körülmények között és mennyi ideig tárolták a szarvasgombát, honnan származik a szarvasgomba, termőhelye, származási helye, milyen a termőtest érettségi foka. Tudnék, az illatanyagok főként akkor képződnek, amikor a spórák éretté válnak. Ez azért van, mert ha a spórák éretté válnak, kijönnek az illatanyagok, akkor az állatok, amelyek felelősek a szarvasgombák spórjának terjesztéséről, kiszagolják, majd erről lesz szó a későbbiekben, és utána megtalálják a szarvasgombát, és utána a spórákkal együtt szépen terjesztik a természetbe. Na most, hogy hány illékony szerves vegyület lehet például a szarvasgombában? A szarvasgombában több mint 200 illékony szerves vegyületet azonosítottak a különböző szarvasgombákban. Most beszélgessünk elő a néhány szóban a gombaszagról, csiperkeszagról, vannak olyanok, hogy azt mondjuk valami, hogy gombaszaga van, vagy csiperkeszaga van. Hát ezt a jellegzetes gombaszagot már 1936-ban azonosították a foltos tönkű gyűrűs pereszke gombában, amelyeket triholom macsutákénak hívnak. Itt lehet már jobb oldalt, ez Japánban egy nagyon közkedvelt gomba, és megállapították azt, hogy ez egy 1 oktén 3 ólát. Ez lesz az egyetlen legkomplikáltabb vegyi anyag, amiről itt részletesebben fogok szólni, a többiekről csak megemlítem. Hát itt mit lehet látni? Oktén az azt jelenti, 8 szén atomból áll, hogy végig tetszenek számolni. Itt van 1, 2, 3, itt van 4 az 7, meg 1 az 8. Tehát 8 darab szén van benne. Az oktén az jelent egy kettősködést. Itt van is egy ol, az egy alkoholt jelent, tehát nagy OH csoport. Ez az 1 oktén 3 ol, mert az első helyen van a kettős kötés, ez a, itt lehet látni kettős, és a 1-2 harmadik helyen van az OH csoport. Tehát ez az, ami a gombaszagot jellemzi, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden gombában ezt az anyagot, ezt az 1 oktén 3 volt meg lehet találni. Most csak zárójelben megjegyezném, ha már itt vagyunk, hogyha ezt a kettős kötést elviszük máshova, vagy ezt az OH csoportot elviszük máshova innen, vagy elveszünk egy C3-at és 7 szénatomból álló vegyületről szó, akkor nem érezni a szagot, tehát akkor nem gombaszagú lesz, hanem valamilyen más szagú lesz az illető anyag. A küszöb koncentráció az körülbelül 1/10 ppm, az azt jelenti, tehát hogy van 10 millióból egy darab ilyen molekula van, akkor már lehet érezni az illatát. Hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy egy gram gomba alkohol 10 köbméter vízbe belerakunk, tessék elképzelni egy nagy hatalmas medencét, akkor már ennek odahajol az ember a felszínére, megérzi ennek a szagát. Az is közismert a gombászok körében, hogy az ízletes csiperkének sokkal intenzív a gomba szaga, mint a termesztett csiperkének. Tehát előnyben kell részesíteni. Ennek az lehet az egyik magyarázata,
hogy a ízletes csiperkében sokkal több, egy oktén 3 olva 18 ppm van, mint egy termesztett csiperkében, ahol 3 ppm van. Csak tehát ez magyarázhatja azt, hogy az ízletes csiperkének erősebb, intenzív gombaszaga van. Aztán van egy másik dolog is, hogy a fehér gomba kevesebb izanyagot tartalmaz, mint a sötétbarna, tehát azt szoktam csinálni, hogyha arra kényszerülök, és ez elég gyakran van, hogy vásároljak egy üzletben gombát, termesztett gombát, akkor általában a barna alapúakat szoktam választani a csiperkéknél, mert azok bármi hihetetlen és ízletesebbek, tessék kipróbálni. Persze a magyar vásárló azt mondja, hogy hú, az barna nem jó, hanem vegyük a fehér csiperkét, de a fehér kalapú csiperkénél sokkal ízletesebb a barna kalapú csiperkét, tehát tessék kipróbálni és azt vásárolni a jövőben. Egy érdekes kérdés, a fenolszag, karbolszag, tintaszag. Hát van ugye olyan gombánk, hogy karbolszagú csiperke, ez a sárguló csiperke, aztán van tintaszagú csiperke, aztán van fenolszagú csiperke is. Ezeket mind lehet Magyarországon, hazánkban találni. Itt csak 3 fotót vettem le az internetről, lehet, ahogy néz ki a karbolszagú, tintaszagú csiperke és a fenolszagú csiperke. Hát nem akarok a különböző bélyegekkel beszélni, hogy hogy lehet ezeket egymástól megkülönböztetni, de ez a 3 szagnak, 3 szag van itt, és ez a 3 szag, mielőtt részletesen bejön, azt kell mondani, hogy az ugyanaz. Tehát itt alul lehet látni, hogy a fenolszag, a karbolszag és a tintaszag az ugyanaz. Tehát ezek a csiperkék ugyanolyan szagúak, csak máshogy és máshogy vannak nevezve. A tintáknak a fenol szagát, karbol fenol szagát, az a tinta szagát a régebben konzerválószerként hozzáadott fenoltól származik, hát ma már nem nagyon használják természetesen konzerválószert ezekre a tintákhoz, de valakinek van még régi tintája, vagy esetleg tusa, akkor ezt a szagot érezi. A fenol, az ott lehet látni, hogy van egy benzolgyűrés rajta, van egy OH csoport, ez a fenol, ezt régen karbolsavnak nevezték, tehát ha nagyon szigorú akarnék lenni, akkor fenol szagról, karbolsav szagról kellene beszélni, na meg a tintaszag az is jó, de hát a karbolsav szaghoz karbolszagot szoktuk mondani. Most a friss karbolszagú csiperke az körülbelül 1,1% fenol tartalmaz, amely már elegendő a gomba fogyasztása után fellépő hányás, gyomor és bértünetekkel járó mérgezés előidézéséhez. Tehát ajánlatos a karbolszagú csiperkét nem megenni. Na most hát nem is szoktak az emberek által megenni, mert az ember elkezdi főzni ezt a karbolszagú csiperkét, akkor sok ember azt mondja, hogy kellemetlen vegyszerszag megerősödik, jelentősen felerősödhet, és az ember már nem bírja ki, a konyha is büdös lesz. Most ilyenkor, és ez egy érdekes dolog is, és a vegyészettel kapcsolatos, ezért lett ez ugye a kémia, a tulajdonképpen nem illékony fenol, hiszen a forráspontja 182 fok, a gombából a vízgőzzel együtt a légtérbe távozik. Tehát ezt jelenti vízgőz deszilát, csak a vízzel együtt elmegy valamilyen másik anyag a gőztérbe. Hát a víznek ugye a forráspontja 100, a fenolé 182, tehát jóval alacsonyabb hőmérsékleten eltávozik a légtérbe a fenol, és büdös lesz a légtér, tehát ezt nem eszi meg az ember. Hát ugyanígy szokták javasolni azt, hogy más módon is, amit melegítés, azt a beledésbe berakni, és akkor is érezni ezt a fenol karbolszagot. Hát van állítva, aki megeszi, hát jó étvágyat hozzá. Most itt beszéltem már az előbb röviden, hogy az okkelszínű tinor esetében nem jellegzetes, kellemes, kissé gyümölcszerűen jellemzik az okkelszínű tinornak a termőtestjének a szagát. Ugyanakkor a tönkénél, a bázisban fenolszagú, karbolszagú, tintaszagú, jodoformszagú, jódszagú szavakkal szokták jellemezni a szagát az okkelszínű tinornak. És ez azt jelenti, ugye ezt már előbb említettem, hogy amennyi a gomba jellegzetes szaga csak a termőtest tönkének tövében érezhető, mint jelen esetben, akkor a gomba micéliuma tulajdonképpen szaghordozó, tehát az az anyag, jelen esetben a fenol, az a micéliumban lehet jelen, és nem érződik a gomba fel többi termőtest részében.
mit kell csinálni? Hát az okkelszírót meg lehet tenni, az elhető gomba, hát le kell vágni a tönkéből egy darabot, az alját, vagy darabot, és utána ez a fenolszak eltűnik, a gomba többi termőtest részében nem észlelhető. Érdekes dolog ezzel kapcsolatban a kései laskagomba. A kései laskagomba termőtestének a fő illékony komponense, az a gomba alkohol az 1-oktén-3-ol, hogy úgy mondjam egy kicsit tudományosabban, ami a jellegzetes gombaszagot idézi elő, míg a micéliumban, a kései laskagomba micéliumában itt alul ánizsaldehid okozza az ánizs illatát itt alul a micéliumban, és ez nem képződik a termőtestben, ez kizárólag a micéliumban alul termelődik, tessék ránézni, ezt hívják ánizsaldehidnek, amit ott körül lehet látni. Nagyon érdekes példa a következő. A óriás csiperke és az erdőszél csiperke illata. Ezek a két fajnak a gomba, különböző gombász könyvekben, gombatár könyvekben az illatát különféleképpen jellemzik. Itt föl van sorolva egy pár ilyen gombahatázó könyv, vagy gombász könyvből kivett szagleírás, és amire föl szeretnék minden a figyelmet, itt lehet látni zöld, azt mondják ánizsra, ugye ánizs illatú, ánizs szagú, ánizsra emlékeztető szagú, vagy pedig keserű mandula, mandula szagú, mandula illatú, marcipán vagy mandulatú. Tehát két teljesen különböző anyagnak a szagával, anyag illatával jellemzik az erdőszét csiperkét, vagy az óriás csiperkét. Ami azért meglepő, mert ha valaki megszagol egy ánist, akkor ánist, az nagyon sok, nagyon nehezen keverhető össze például a keserű manda illatával, ami például a marcipánból árad. És ennek ellenére ezzel a két szaggal, illetve illattal lehet jellemezni ezt a kínát. Hogyan lehetséges ez? Mi ennek a magyarázata? A következő kísérletet végezték. Hát az óriás csiperkében a benzaldehid van benne 40%, 41% és van benne benzil. Akkor ez a két anyag, ez keserű mandula illatú, tehát majdnem ugye ez kettő együtt 95%, vannak még más apró komponensek is benne, de sem anetol, sem ánizs alkohol, ami az ánizs illatot idézné, nincs benne. Tehát akkor rögtön föl van az emberben a kérdés, hogyan lehetséges azt, hogy az óriás csiperkét egyesek ánizs illatúnak érzik, hiszen nincs benne semmi olyan anyag, ami az ánizs illatot előidézni. És a következő kísérletet végezték, beteg a benzaldehidet és benzilalkot, tehát különböző mennyiséget bemértek, ez az arány megfelel ennek az aránynak, ami van, és elkezdték belerakni ezeket a vegyületeket ásványolajba, és ásványolajt azt kell érteni, hogy nincsen olyan szagot, aminek nincsen szaga, és elkezdték növelni a koncentrációt benne, tessék megnézni, 0,0038 napja benzaldehidből, 0,38 vagy 3,8-38 van, tehát növekszik a töménysége. Emlékezzünk előbb, de azt mondtam még az előadás elején, hogy attól függ, hogy mekkora koncentráció az illatanyagnak a próbában, attól függ, hogy más és más szagérzetet keltett. És utána összeállították egy 38 személyből álló szagtestetet, és szagolgattatták velük ezeket a mintákat a növekvő koncentráció függvényében. És a következő dolog volt az érdekes. A szagtalan mintának ezt a kicsit szagtalannak vette 37, egy mandulaszerű szagot érzett, és ánisszerűnek észlelte egyen, nulla, senki nem érezte. Aztán a következő koncentrációnál 7 ember még szagtalannak kezdte, nem érezte a szagot, egyiknek rosszabb lett a szagló szervezet, mint a többieknek. 26-an már mandula szerű szagot éreztek, és már 5-en ánisszerű szagot éreztek. Aztán tovább menve már mindenki érezte a szagot, tehát itt nulla van, 31-en mandula szagot éreztek, és 7-en ánisszerű szagot éreztek, tehát itt is növekedett ánisszerű szagot érzékelők száma. És ahogy tovább mentünk az utolsó koncentrációnál, mandula-szerű szagot érzett 22 ember, és bármi meglepő is, 16-an érezték ánisszerűnek ezt a mintát. Tehát ez azt jelenti egyrészt, hogy az emberek, vannak olyan emberek, akik mandula-szerűek érzik, ugyanazt is van, akik ánisszerűek érzik, tehát mindkét szagleírása, mi gombás szaglásunk szempontjából helyes, megfelelő. Tehát azokban a könyvekben, ahol ánis szagot írtak, azokban a könyvekben, ahol keserű mandula, mind a kettő megfelelően van, aki ennek érzi,
van, aki annak érzi, bármi hihetetlen is. Néhány szót szerint a mezei szegfűgombár és a hidrogénszert kapcsolatáról. Hát 1871-ben egy Van Rösszeke nevű mikológus belépett egy szobába, amelyen tálon mezei szegfűgombákat szállított, és néhány órán keresztül ott voltak, és átható hidrogénszert szagot észlelt. 1871-ben. Na most 1974-ben Götten végzett olyan vizsgálatokat, hogy a gombamérgek hogyan hatnak a mesztelen csigákra. Azt tudjuk, hogy a gyilkos galószál sem mérgezi meg a mesztelen csigát, ugye ez egy nagyon nagy tanpélda, hogy a hiába meg a mesztelen csiga nem mérgezik meg, de azért a gyilkos galószát ne együk meg, mert az nem jelenti azt, hogy a mesztelen galószá megeszi, mesztelen csiga megeszi, akkor mi is megetjük a gyilkos galószát. Most az történt a kísérletnél, hogy a mezei szegfűgombát érintetlenül hagyták a mesztelen csigák, mégis 2-3 nap után elpusztultak a hidrogén cianittól. Tehát a tanulság ebből az elsőleg az, hogy a mezei szegfűgomba hidrogén cianitot bocsájt ki. Mit tudunk erről? Azt tudjuk még, hogy 1991-ben, tehát jóval 100 évvel azután, hogy 1875-ben Rösszeke észlelte ezt, hogy hidrogén cianid fejlődik a mezei szegfűgombákból, Steve, egy svájci mikológus és analitikus kémiai vegyész, 150 ehető gombát vizsgált meg, és 14 darab hidrogén cianid termelő faj talált. Például óriás töltsérgomba, sereges töltsérgomba, rozsdasága töltsérgomba, mezei szegfűgomba, mindezek hidrogén cianidot is kibocsátanak magukból. Menjünk vissza a mezei szegfűgombába. Hát a mezei szegfűgombának a szagát, hogyha valaki le akarja írni, akkor nem a szegfűbors szaga van a mezei szegfűgombának, hanem bizony keserű mandula illata van, és bármi hihetetlen ez a hidrogén cianidot idézi elő. Mennyi a mezei szegfűgomba hidrogén cianid tartalma? Hát ez 210-270 mg/kg friss gombánként, tehát ez nem elhanyagolható, pláne a figyelembe veszik azt, hogy a halálos dózisa a hidrogén cianidnak 1 mg/kg testtömegként. Tehát ki lehet számolgatni, hogyha így a friss gombából mennyit kell megenni ahhoz egy 70 kg-os embernek, hogy a halálos dózis eléri. Akkor mégiscsak fölmel az a kérdés, hogy akkor hogy lehet azt, hogy meg tudjuk enni a mezei szegfűgombát, holott ilyen halálosan mérgező hidrogén cianidot termel a gomba. Hát az a jó, az a szerencsénk, hogy a szállításnál és a főzésnél elillan, másrészt az elkészítés során a hidrogén cianid termelésre képes ugye cianogén vegyületek is elroncsolódnak, és ennek a tényeknek a következtében a elkészített gombaétek mentesek a hidrogén cianid, és minden gond nélkül fogyaszthatók. Tehát akkor, amikor megfőzzük a mezei szegfűgombát, vagy megszállítjuk, akkor elillannak a hidrogén cianid, és nem termeljük tovább a hidrogén cianid belőle. A tanulság az egyébként, tehát nem kell félni attól, hogy a hidrogén cianid, ami megtalált a mezei szegfűgombában, attól mérgezést szenvedik. Viszont egy nagy tanulságot le kell vonjuk belőle, hogy ne fogyasszuk nyersen a mezei szegfűgombát. Mert ha a mezei szegfűgombát nyersen fogyasz, akkor bizony benne van a hidrogén cianid, és könnyen megmérgezhető, és főként gyerekeknél nagyon vigyázni kell erre a dologra. Néhány szót szeretnék beszélni a lisztakról. Ez is egy nagyon érdekes jelenség, itt van a liszt. Két helyen két érdekes példa arra, hogy hogyan lehet esetleg a lisztszagot megkülönböző gombafajok megkülönböztetésére használni. Hát a fenyőpereszkének nincs lisztszaga, a hozzá hasonló sárguló pereszke az avas lisztszagú, tehát a sárguló pereszke lehet érni avas lisztszagot, a fenyőpereszke nem lehet lisztszagot érni. Egy másik ilyen jó példa a fenyvesisakgomba, amely ugye halálosan mérgező gombafaj, össze lehet keverni, össze lehet téveszteni az ízletes tőkegombával. A fenyves sisakgombát megdörzsölve gyengén lisztszagúnak érezzük, az ízletes tőkegombát pedig kellemesen gombaszemfűszeresnek. Na most persze itt megint csak az van, hogy ez gyakorlatban nem biztos, hogy ezt így meg lehet különböztetni, mert nagyon függ attól, hogy milyen kör nedvesség van, száraz a gomba, milyen állapotban, tehát azért ez egy plusz határozási bélyeg lett, de nem a fő határozási bélyeg. A fő határozási bélyegnek azt lehet szekinteni, hogy a fenyves sisakgombánál a sugarasan szálas a gyűrű alatt a tönke, fehér sugarasan szálas, a ízletes tőkegombánál pedig pikkelyszerű.
De azért itt is a lisztszag, vagy liszterű szag az segített a határozás. Mi jellemzi a lisztszagot? Hát azt lehet mondani, hogy a lisztszagot az jellemzi, hogy a friss száraz lisztnek nincs szaga. Tessék beleszagolni otthon a lisztes bödönbe, és ha annak valamilyen szagát érző ember, akkor ott már valami baj van, akkor vagy avas, vagy dohos a liszt. A lisztszerű szagokat régebben már a három csoportra osztották, vannak a lisztes, lisztszerű szag, ilyen például ágyűrűs pereszke, ez a frissen őrölt durva liszt szaga, ezt nevezzük lisztes, lisztszerű szagnak. Aztán van a lisztes uborkaszag, ilyen például a pisztisgomba, csak zárójelben uborkaszagot, tehát trans-2-nonenál nevű vegyület idézi elő, ezt nyugodtan is felejthetjük, és van a harmadik, a dohos, avas, vagy avas lisztes szag, ilyen például a sárguló pereszke. Tehát tulajdonképpen, amikor a gombáknak a liszt szagáról beszélünk, akkor ezt lehetne használni, lisztes lisztszerű, lisztes uborka, vagy dohos, avas lisztes, ezekkel lehetne jellemezni. Érdekesség az, amikor a lisztes szagért felelős vegyületek ismeretlenek, a szagintenzitás nő a gomba szétporzsolásakor. Tehát nem tudjuk, hogy a lisztes szagot milyen vegyületek idézik elő. Kivéve a lisztes uborkánk az uborka szagát például. Egy érdekes gomba a szürke töltsérgomba. Erre azt szoktuk mondja, hogy a szaga íze jellegzetes a falra jellemző, a különféle gombakönyvben leírások. Azt mondja, a fajra jellemző erőteljes, fűszeres, aromás illatú, jellegzetes aromát csukott szemmel is könnyű felismerni. Hát a jellegzetes aromát csukott szemmel, az tulajdonképpen nem kell becsukni a szemet, azt nyitott szemmel is föl lehet ismerni. De lényeg az valóban, hogy a gombát fel lehet ismerni, úgyhogy ha becsukjuk a szemünket és megszaholjuk, akkor olyan jellegzetes illata van. Lehet valakit marihuána szagunak nevezik, és van, akik csíkos, bűzös borz szagunak, sőt, van, ahol büdös konyhvirág szaguként szerepel a szürke töltsérgomba. Hozzátartozik még a dologhoz, hogy 49 illékön komponenset azonosítottak a szürke töltsérgombában, és mindezek hozzájárnak több-kevesebb mértékben a szürke töltsérgomba szagához. Leginkább a 2-fenil etanol, amit fönn van ez a vegyület, ez adja a szürke töltsérgomba jellegzetes illatát. Tanácsos aromás, erős aromája miatt felhasználás előtt leforrázni, hogy ne érezzük ezt az erős aromát, mert egyes emberek nem bírják megenni, és megárthat neki. Következő kérdés az, hogy mi idézi elő a dohos földes szagot. Tehát van egy pár ilyen gomba, az erős szagú szemcsésgomba, erdészekfű gomba, enyves kígyógomba, amelyeket egy dohos földes szag jellemez. Tehát a dohos földes szagért egy geozmin nevű vegyület felelős, itt lehet látni a képletét is, ami egyébként a halt iszap ízét, az ázott föld illatát és az eső illatot is ez idézi elő, ez a geozmin nevű anyag, ami nagyon érdekes még, hogy a szaglási küszöbértéke 10 ppt, tehát az 10 van egy billióban, tessék megnézni, millió, milliárd, egy billióban van, tehát fantasztikusan alacsony a szaglási küszöb értéke, tehát nagyon pici mennyiségben tartalmaz valami geozmint, megérezzük a szagát. Tehát ezek a dohos földes szagot, ez a geozmint idézi elő. Egy másik érdekes példa a körteillatú töltsérgomba, ami mérgező. A rozsdasága töltsérgomba, amit lehet nagy mennyiségben találni a hazánkban, ez ehető, közepes értékű, idősebb példány megárthatna, óvatosságban nem ajánljuk a fogyasztását, így lehet jellemezni, tehát meg lehet tenni tulajdonképpen, de nem egy nagy élvezet. Most az utóbbi időben előjött, és pontosabban szólva 1996-ban Franciaország déli részén egy rozsdasága töltsérgombának kinéző gombától mérgezést szenvedtek, úgynevezett akromelalga szindrómum, nincs a szindrómát szenvedtek emberek, nincsen már el időnek a részletesen leírni, hogy micsoda. Lényeg az, hogy ez annyiban tért el a rozsdasága töltsérgombától kinézete, nem nagyon, egy kicsit halványabb színű, de jázminra túllett körte jellemző illata van. Tehát egy illatos körteillatú rozsdasága töltsérgombát tulajdonképpen úgy lehetne jellemezni, és ennek a kellemes szagnak a fő komponens a fahéj és a metiléster, ezt is kimutatták a gombában.
Ez mérgező, tehát erre vigyázni kell, hogy ezt ne együk meg. Magyarországon még nem találtak, még nem jelezték előfordulását. Már kimutatták Svájcban, Olaszországban, Ausztriában, Portugáliában, tehát elképzelhető, hogy a jövőben Magyarországon is elő fog jönni. Tehát ha ilyen rozsdaság a töltsérgombát szeretnék fogyasztani, akkor azért szagolgassuk meg alaposan, és nézzük meg, hogy nincs-e körte illata, vagy pedig jászmira jellemző, és akkor ne együk meg. Jó lenne, hogyha jelezné, aki talál ilyen gombát, hogy megérkezett Magyarországra, tehát vegyük tudomásul. Az erdélyi szömölcsökről néhány szót szeretnék szólni. Hát szaganyagok a glebában jelenleg glükózidok folyamatos enzimatikus fellassadása a révén keletkeznek. Hát nyilván a szakképződések egyébként is a szagok képződése, szaganyagok képződése, hogy enzimatikus folyamatok révén keletkeznek. Hogy ez enzimatikus folyamat az is mutatja, hogy lehet találni alacsony hőmérsékleten szagtalan szömölcsögöt is, mert akkor a lezajló reakció az a kisebb mértékben megy, alacsony hőmérsékleten enzimatikus reakció, tehát nem képződnek ezek a büdös anyagok, amik a szömörcsök szagát illeti. Na most ezt mutatja, hogy ez egy enzimatikus reakció, az is, hogyha megszállítjuk a gombát, aztán benedvesítjük, a szag helyreállítható. Ugyanis a enzimes folyamatokon nedvesség kell, víz kell, és ha megszállt a gomba, akkor nem termelődik a szaganyag, ha benedvesítjük, akkor újra büdös lesz. Zárja ebben a boszorkányt, és a torma retek, szóval szokták egyes emberek fogyasztani. A csoda gumó az is ugyanilyen szagú, rettenetesen büdös, dögszagra emlékeztető, patkányűrétre emlékező bűzt árasztja a virágzata. A dögszagért egyébként úgynevezett metilszulfidek felelősek, és ezek körül legfontosabb a dimetil-tiszulfid nevű anyag, de más metilszulfidok is szerepet játszanak a dögszag kialakításában. Általában azt is lehet mondani, hogy az ilyen ként tartalmazó vegyületek azok általában rossz szagúak, hát ez egy extrém példája a rossz szagnak. Következő kérdés az, hogy milyen szag a lúgszag. Ugye vannak a gomba határozókban olyanok, hogy lúgszagú kígyógomba, lúgszagú döggomba, lúgszagú nedűgomba, és más gombákat is szoktak mondani, hogy lúgszagú erős szaga van a gombának. Hát a lúgszag tulajdonképpen a szalmiák szeszből származó ammónia szagára utal, ami egy szúró szagot jelent, a szalmiák szesz talán sokan ismerjük. Tehát semmiképpen sem a kálium-hidroxidra és a nátrium-hidroxidra vonatkozik a lúgszag, mert azokat is lúgnak szoktuk nevezni, de azok szilárd anyagok és nincsen szaguk. Na most van egy másik ilyen szag is, ami a nitrózus szag, az is szerepel egyes gombahatázó könyvekben. Ez a szalétrum sabból származó nitrózus gőzöket jellemzi, ez a nitrózus szag. És gyakran ezt a két szagot, illatot összekeverékben, mind a két szagra az jellemző, hogy erősen szúrós szagok. Tehát jobb lenne azt írni, egy ilyen szag jellemzés, hogy erősen szúrós szag, és nem nitrózus szagot, vagy pedig lúgszagot írni. Egy kis érdekesség a spermaszagú gombákkal kapcsolatban, hogy a spermaszagú gombák azok nagyon jellemzőek, nagyon sok susulyka fajra, több mint 40 susulyka fajnak van, amelyeknek spermaszaga van, ilyen a selymes susulyka, a kelti susulyka és a többi, de más nemzetségekben is előfordulnak, és itt felsorolt egy pár nemzetség nevet, ahol szintén előfordulnak spermaszagú gombák. A gombákban még nem vizsgálták, hogy mely vegyületek felelősek a spermaszagért, tehát gomba analitikusok még nem foglalkoztak ezzel, de a spermának a szagát már vizsgálták az emberi spermák, találtak benne spermint, aztán spermidint, ennek benne van ugye a ezeknek a szaganyagoknak a nevében benne van. Aztán ezekből az anyagokból putrescin keleszkedik, tehát van a spermin, aztán a spermidin, abból putrescin keleszkedik, és végül a putrescin is elbomlik, és a végén, ami a spermaszagát adja, az az egy pirolin nevű vegyület. Feltehetőleg a gombákban is ez a vegyület lehet jelen, hát majd valaha egyszer valakinek lesz kedve hozzá, akkor kimutatja ezekben a susulyka fajok valamelyikében, hogy ez okozza vajon a spermaszagot. Még az egy jellegzetesség az egészen kapcsolatban, hogy a népesség 20%-a nem érzi a sperma szagát. Tehát vagyunk, akik nem érezzik, vagy hölgyek 20%-a nem érzi a sperma szagát. Másik érdekes példa a körisszagú csigagomba. Hát a körisszagú csigagomba azért hívják körisszagú csigagombának, mert egyesek azt mondják, hogy a szaga ennek a gombának a köris
Bogár Éla, emlékeztet ő, hát nem tudom ki, szagolt már kör is bogarat, lehetséges ez így van, én nem tudom. Mások is, ez 1799-ben Szoberbi, aki leírta ezt a gombát, a gombafajt, az azt mondta, hogy a fűzfa rontó lepke hernyóának szagára emlékeztet. A kosszusz, tehát a latin nemnek, a tudományos névnek a kosszusz része, az erre emlékeztet, hogy a fűzfa rontó lepkét kosszusz-kosszusznak hívják. Na most tehát a fűzfa rontó lepke hernyőnek szagára emlékeztető, itt lehet látni ezt a fűzfa rontó lepkét. Ennek a szaga nagyon érdekes egy dolog, ennek egy kicsit ecet szaga is van, amit a fatörzsön kívül is lehet észlelni, ahol ez a fűzfa rontó lepke hernyója tanyázik. És még azt szeretném ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy régi Rómában a leírások szerint egy kedvelt csemege volt az a fűzfa rontó lepke hernyója. Tehát ha valaki azt kérde, hogy hogy néz ki a fűszfalokba, nem kell hernyő, tehát milyen szaga vannak, akkor tessék megszagolni a körülsző a csigagombát, és akkor tudni fogja az illető, hogy a fűszfalokba nem kell hernyő, milyen szaga lehetett. Egy másik érdekes példa a kámfor tejelő gomba, amit régen kámfor szagú tejelő gombának neveztek, ezt a magyar régi határozó gombász könyvekben ez ilyen néven szerepelt. Ezzel szemben a kámfor szagú tejelő gomba, ma már kámfor tejelő gombának hívja, és a latinban Lactarius camphoratus a tudományos neve. Ez frissen, gyengén, poloska szagú, idősebb vagy megszáradva lessen, magikocka, cikória szagú, de semmiképpen sem kámfor szagú. Tehát az, hogy kámfor szagú tejelő gomba, az abszolút hibás elnevezés lenne. Ezt 1793-ban Bouillard írta le ezt a gombát, Agaricus camphoratus néven, és a következőt írja, és ez nagyon lényeges, abban azzal kapcsolatban, hogy megállapítsuk azt, hogy honnan származik a camphoratus név. Azt írta Bouillard. Meg vagyok győződve arról, hogy a gombát a kámforhoz hasonlóan, itt van a kámfor, házi rovarok elűzésre lehet használni, talán még nagyobb sikerrel, mivel a gombaszaga idővel gyengébb, hanem erősebb lesz. Tehát feltételezhető, hogy Bouillard, amikor a camphoratus szót használta, akkor nem a gomba szagára utalt, hanem arra, hogy a gomba kámforként történő alkalmazása lenne egy lehetséges a kámfor tejelő gomba esetében. Tehát nem kámfor szőtejelő, magyarul megmaradt a kámfor tejelő gomba, a szagot kivettük belőle, azért a hagyományokat tiszteletben tartva, tehát semmiképpen sem kámfor szaga van. Néhány szót szeretnék a szarvasgombák illatáról szólni. Hát itt lehet látni a szarvasgombát, nagyon szeretik a disznók is, és nagyon szeret a kutya is. Ugye ezen a képen lehet látni azt, hogy egy disznó keresi a szarvasgombát, ott van egy furkosbotta a szarvasgombász, az azért van, hogyha a disznó meg akarja enni a megtalált szarvasgombát, akkor ezzel kupán vágja, fejbe vágja, hogy ne egye meg a gombát. Tehát ezzel meg tudja tartani magának. Van egy olyan vélemény, egy olyan hiedelem tulajdonképpen, mint látni fogjuk, hogy a disznók, főleg a nőstények szarvasgomba iránti éhsége szexuális indítatású. Ugyanis a szarvasgomba szaganyai között kimutathatók a kanok nyálában is megtalálható szexhormon, az androsztenol nevű vegyület, azt itt lehet látni ezt a szép képletét. Ez ilyen pézsma illatú dolog, és a férfiak hónaljában és a nők vizeletében is kimutatható ugyanez az anyag. Na most, hogy valóban a disznók erre buknak-e, amikor a szarvasgombát keresik, az arra végeztek egy kísérletet. Az történt, hogy elrejtettek egy valódi szarvasgombát, elrejtettek egy androsztenol tartalmazó mintát, és egy szintetikus szarvasgomba aromát is vettek elő, de ami nem tartalmaz androsztenol. Csak benne van az különféle szarvasgomba komponensek, illatkomponensek, androsztenol nincsen. És azt találták, hogy a disznó a valódi szarvasgombát megtalálta, a szintetikus szarvasgomba aromát szintén megtalálta, ami nem tartalmaz androsztenolt, de az androsztenolra nem mozdultak. Tehát azt jelenti, hogy ez egy hiedelem, tehát az, hogy a szexuális indítatása vezérli a disznókat abban, hogy megtalálják a szarvasgombát, ez csak egy hiedelem, mert az androsztenolra nem mozdultak a disznók. Na már most kérdés az, hogy mi az a szag, ami tulajdonképpen vezeti az állatokat a
szarvasmó megtalálására, hát különféle illatanyagokkal végeztek kísérleteket, és kimutatták azt, hogy a dimetil szulfid szaga vezeti az állatokat, főként a szarvasgomba megtalálásában, a kutyát is és a disznót is. A dimetil szulfid az mindjárt látja, egy érdekes vegyület, van egy kén, és két metil csoport van rajta, tehát ez az, amire az állatok mozdulnak. Ott lehet látni itt is, hogy van két metil csoport, és van egy kén közötte. Ez a dimetil szulfid. Ez egy rendkívül kellemetlen anyag, a szaga, rendkívül kellemetlen szaga anyag, szaglási küszöbérték is nagyon alacsony, 4,1 pár per billion, tehát ez nagyon alacsony, tehát azt jelenti, hogy nagyon messziről már meg lehet érezni ezt a szagot, és hát ez nagyon jó is, mert a szarvasgomba a föld alatt van, tehát nagyon jó, hogyha kijön ez a szaganyag, és akkor megérzi a disznó is, meg a kutya is megérzi. Most ez egy nagyon furcsa vegyület, ez árpa csírázása során is képződik, földkáposzta szagáját is ezt felelős, konyhvirágszók, rothadó szagát is előidézi, egyes tengeri szivacsok is termelik, és nem utolsó sorban az emberi bélgáz egyik fő szakkomponense is. Tehát egy nagyon-nagyon alacsony szaglási küszöbértékű, tehát ha valahol egy szobában ezt lehet érezni, akkor nagyon kis koncentrációt is már az ember megérez. Na most azt lehet mondani tanulságul, hogy ennek a ként tartalmú vegyületeknek köszönhető a szarvasgombák jellegzetes illata, és feltehetően ez az illata vezeti az állatokat, a gombaszúnyogat is a szarvasgomba megtalálásában is. Tehát ez az az egyik fő komponens, amire az állatok, hogy úgy mondjam, buknak. Na most a dolog persze természetesen nem ilyen egyszerű, a nyári szarvasgombát hoztanak föl példának, ennek az illata különféle módon írható le, itt lehet látni, hogy különböző könyvekben milyen, hogyan jellemzik a nyári szarvasgombát. A főtt kukorica az egy jellegzetes dolog szokott lenni, a több helyen szerepel, ez egyik olyan főtt kukorica-szerű illata van. Na most, ami lényeges az ebben a dologban, hogy a termőtestékben közel 40 illatanyagot azonosítottak a nyári szarvasgombánál, de legnagyobb mennyiségben dimetilszulfidot. Tehát ez azt jelenti, hogy ez minden esetben azt lehet mondani, amikor arról beszélünk, hogy egy gombának a szagát milyen illatanyagok, vagy illatát milyen illatanyagok idézik elő, akkor nem egy vagy kettő általában, hanem sokkal több, és ezeknek a komponensekből tevődik össze az a komplex szag, ami mondjuk a nyári szarvasgomba szagát jellemzi. Egyébként az érett nyári szarvasgomba jellegzetes illatáért a betiletilketon felelős, tehát ez a jellegzetes illatát ezzel a vegyülettel lehet leírni. Ez olyan, mint egy aceton lenne, hogyha nem lenne benne még egy metil csoport itt, akkor csak ez akkor aceton volna, tehát ez a vegyület felelős ennek a jellegzetes illatáért. És fölmerül a kérdés az, hogy létezik-e olyan elektromos szarvasgomba detektor, lehet-e ilyet készíteni, mert mennyire egyszerű volna az élet, sem kutya, sem disznó nem kell, hanem egy ilyen elektronikus detektorral lehetne. Tehát ilyen létezik, egy elektronos szarvasgomba detektor létezik, ez egy mikrochip, amelyen vezető polimer rétegek vannak rajta, és ennek az ellenállása megváltozik, amikor szarvasgomba illatokkal kerülnek érintkezésbe. Tehát ez létezik egy ilyen, és megfelelő érzékenységűvé is lehet tenni. Itt lehet látni egy ilyen sematikus rajza, egy ilyen elektronikus szarvasgomba detektornak. Na most rögtön föl van a kérdés, hogy akkor vajon miért nem használják ezt? Hát ez nagyon érdekes, azért mondom, amit leírom, hogy mit mondott egy francia triflász. Van egy farmam, ahol disznókat tartok. Minden évben vások egyet $90. Szarvasgomba keresésre használom. Egy szezonban 45 kilót talál nekem. Egy év után megeszem a disznót, ezt nem tudod megtenni a géppel, igaz? Tehát a gépet nem lehet megenni, mondta ez a gombász. Na most ugye egy disznóval is kutatnak, Franciaország, Magyarország, ugye kutyával szabad csak szarvasgombát keresni, zárja bezárva. Most van egy Plivallo szarvasgomba génkutató mikológus, aki annak következőt mondta ezzel kapcsolatban. A piac túlságosan kicsi lenne, azon kívül a disznó és a kutya mégiscsak sokkal romantikusabb. Tehát ez az, ami miatt az elkülönböző szarvasgomba detektálás nem terjed el. Az előadást legébe említettem, azt, hogy a különböző szavak pontos leírása sok esetben nehéz, a szagérzékelés meglehetősen
szubjektív. Sokkal jobban tudnánk a szagokat azonosítani, ha rendelkezésre áll egy olyan lista, amely lehetséges szagokat tartalmaz, amelyek közül ki kéne választani, hogy az a szag, amit éppen érzek, az melyik szag. Tehát ez egy nagyon nagy mértékben megkönnyíteni a szagoknak a felismerését. Sokszor az van, ugye itt lehet látni balra az ábra, hogy a nyelvem hegyén, ugye amikor valamit nem tudok kimondani, a szaggal kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy orrom hegyén van, szagolgatom, jaj, de ismerős a szag, nem tudom megmondani, hogy milyen szag. Na most, ha van egy olyan lista, a szagok fel vannak sorolva, akkor rá tudok bökni, hogy melyik az a szag, amit én érzek. Most ez egy ilyen jellegű segédeszköz, a szagkerék, ami segítséget tud nyújtani a gombák szagának azonosításához. Itt egy ilyen gomba szakkereket lehet látni, amit én készítettem. Locsmándi Vasas Gizella erdőknevező gombája használható, található szag- és illatleírások, ezek vannak. 53 szag és illat van ezen a szakkeréken, és 7 szakkategória van benne, van zöldség, stb. Tehát, ha valaki valamilyen szagot érez, és akkor ránéz erre az 51 szagillatra, akkor lehet, hogy rá fog jönni arra a kapásból, hogy az vajon milyen szag lehet. Mert ezek a szagok szerepelnek az erdők mező gombáiban található könyvben. Tehát ez elősegítheti, ez a szakkerék a gomba szagának, a gomba illatának a leírását, meghatározását. Ha valakinek ilyen van otthon, akkor ezt fel tudja ebbe a célba használni. Megjegyezném azt, hogy a leggyakoribb szagok egyébként a gombák között, külön ebben a könyvben is, a lisztszerű szagok, tehát nem lisztszag, hanem lisztszerű szagok, édeskés szagok, gyümölcs és retek szagok. Ezek legtöbb gombának ezek a szag illat jellemzői vannak. Végezetül pedig felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy van létezik gomba környékén. Szépen ezt lehet kapni, ez nem a reklám helye. Itt van a jellemző ennek, és azt mondja, hogy Boletus edulis illatjegyet tartalmaz ez a gomba, tehát ha valaki erre vágyik, vagy a partner erre vágyik, akkor szerezzen be ilyet. Hát ha megnézi valaki, hogy jellemezték az ezáltal keltett, ez a kör által keltett illat, vagy szagérzetet, hát nem voltak valami nagyon elragadtatva azok, akiknek ezt a szagot kellett szaglászni a partnerükön. Tehát már ilyen is létezik, a gomba körni is létezik. Aki többet akar tudni az előadásban elhangzottakról, olvass el a cikkeimet, ezek a cikkek, amelyeket én a gombák szagával kapcsolatban írtam, ezeket fel lehet lenni a mikrohír közleményekbe. Az első kettő egy internetes link, ami nagyon részletesen le van írva ezekről az itt elmondottakról, és a Magyar Gombászban is van található néhány cikkem, amelyek a gomba szagákkal foglalkozik. És meg szeretném köszönni a türelmet és a figyelmet. Sajnálom, hogy nem szemtől szembe tudtunk találkozni, így nem láttam azt, hogy az érdeklődés unalmat jelző arckifejléseket, és hát tulajdonképpen azt sem láttam, hogy hányan aludtak el az előadás hallgatása közben. És minden gombásznak kívánok jó szaglászást a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Üdvözöllek immár élőben, pazar, fantasztikus előadás volt, hát azt kell mondjam, hogy olyan, amilyet tőled megszokhattunk, és hát a nézők is rendkívül hálásak, illetve hát gratulációk tömkelegét kapom én itt a chatben, bizonyára te is látod. Kérdéseket is várjuk, és közben én föltennék egy kérdést, mert mindjárt az elején ez feltűnő volt, ez a szagló szervünk érzékenységére, ugye azt mondod, hogy 1 billió, tehát 19-en? 12-en. 12-en ráadásul, rosszul is mondom. Szagot vagyunk képesek megkülönböztetni. Ezt gondolom úgy kell érteni, hogy a szagokat és azoknak az árnyalatait, vagy a... Pontosan. Statisztikai dolog, olyan jellegű, mint amikor mintavétel történik valahol, és akkor megmondják, hogy ezek erre szavaztak, azok arra szavaztak, hát ez hasonló módon zajlik. Tehát igen, árnyalatait különböztetik. Árnyalatait is. Igen. Értem. Köszönöm szépen, hát így sokkal elfogadhatóbb ez a szám.
Volt egy aggódó kérdés, hogy vajon gyilkos galócát szabad-e szagolgatni, tapintani? Mit Igen, hát egy régi kérdés, hát ugye több cikket írtam én erről, de lényege a dolognak az, hogy a gyilkos galóca spóráitól nem nagyon lehet mérgezést kapni, tehát lehet szagolni, nem nagyon, egyáltalán nem lehet, tehát meg lehet szagolni, meg lehet a gyilkos galócát érinteni, ha más gombára rá megy a gyilkos galócának a spórája, attól az nem lesz mérgező, tehát ki lehet mutatni azt, hogy a gyilkos galóca spórája, akkor is, hogyha egy gomba kalapból az összes spóra kijön, akkor is nagyon kis mennyiségű méreganyag van benne, tehát nem lehet mérgezést kapni tőle, tehát nem kell félni attól a dologtól, hogy gyilkos galóca spóráitól valaki mérgezést kapott, tehát nyugodtan szagolgathatja a gyilkos, de megfoghatja a gyilkos galócát, és hogyha mellette van egy másik gombafaj, és arra esetleg rámenne a gyilkos spórája, akkor sem semmi baj. Hát még hozzátartik ezt az is, hogyha meg tudnánk emészteni a spóráit a gombáknak, amit nem nagyon tudunk megemészteni, tehát még ez is hozzájárul, hogy ez is csökkenti a mérgezés veszélyességét. Én annak idején kiszámoltam egyik cikkbe az, hogy mennyi amanitin van ezekben a gombaspórákban, hogy egy egész kalapból kihúlik, és nagyon kis mennyiség jön ki belőle. Nem kell aggódni a kérdezőnek. Értem, köszönjük szépen a választ. Megosztanám veled egy szagélményemet, és hát várnám a segítségedet a magyarázatban. Egy téli napon tantermi foglalkozást tartottunk, és behoztak egy szürkés lila pereszkét. Azt ott megszagláztuk, és hát a kellemetlenül dohos szagot konstatáltuk. Majd eltelt egy kis idő, talán fölmelegedett, talán egy kicsit ki is száradt, és újra megszagolva a dohos szagnak semmilyen nyomát nem találtuk, viszont kellemesen hát a lila pereszkére sokkal inkább emlékeztető szagot éreztünk. Hogy magyaráznád ezt? Hát igen, ez egy rövid időn belül volt, tehát nem az, hogy hosszú időn belül volt, tehát ez a szagváltás, nem. Igen, hát egy órán belül mondjuk. Igen, azt tudnám elképzelni, ugye, hogy ezek az illatok, ezek különböző illékonyságok ezek, tehát azt el tudom képzelni, hogy a dohos illatért felelős ugye, anyag illant belőle, és nem maradt ott, és ami ott maradt, azt lehet, ezt lehet érezni. Hát ilyen van példa a szarvasgombáknál, is egy jellegzetes példa, hogy a szarvasgombáknál sokszor azt találhat, hogy a hosszú ideig tárolja az ember, akkor a jellegzetes, az egyes szarvasgomba felkre jellegzetes illat eltűnik, és a végén gombaszagúvá válik. Tehát elillannak belőle azok az illatanyagok, amelyek a szarvasgomba jellegzetes illatát idézik elő, és ami ott marad, az a 1 oktén 3 ol, hogy már ismételgessem magamat, illetve gomba alkohol, aminek a szaga a végeredményben előjön. Tehát azt tudom elképzelni, hogy ahogy elment a dohos illatér felős vegyület, az elillat belőle, és ami ott maradt, akkor azok a karakterisztikus szagmaradtak. Azt mondjam el, én is egy példát, hogy nem akartam az előadásba húzni, de azért el akarom ezt mondani, hogy szólt itt a dimetil szulfid. A dimetil szulfid rettenetesen bütös anyag, és eszméletlen alacsony a szaglási küszöbértéke, tehát rettenetes módon lehet szagolni, ha ilyen van. Most egyszer megkértek engem, hogy tartsak előadást a szarvasgomba tanfolyam résztvevők, akik szarvasgomba tanfolyam vettek részt, és vittem ilyen anyagot egy kis üvegcsébe. És ott ültek a szarvasgombászok, és egy szarvasgombász kereső kutya is ültött a hátsó sorokba. Na most ugye az előadás illusztrációjára egy idő után kinyitottam, de csak nagyon óvatos ezt az üvegcsét, hogy érezzék a ott ülő emberek, hogy milyen ennek az illata, ha az illatnak lehetne nevezni szag, és nem fizet el, a fekvő kutyus azonnal felugrott, és robogott oda az üvegcséhez. Tudnék, dimetil szulfid volt benne, ami egyik fő komponens, amire a kutyák rámozdulnak, és jött oda hozzá megszagolni a mintát. Azt hitt, hogy szarvasgomba van. Igen, hát érthető. Az utolsó diádon számos referencia volt, linkek és hasonlók. Azt, hogyha megosztanád velem, akkor én a közösséggel Facebook csoportunkon keresztül Igen, megosztanám. igen. Az történt most, hogy már fölkészültem erre, úgyhogy nem az előadás előtt, hanem az előadás után, egy kommentbe berakom ezt a listát, berakom, jó? Hogy jó, itt az egyik nézőnk éppen kérte. Meg lehet ott találni, tehát aki elmegy a honlapotokra, illetve a Facebook csoport lapotokra, akkor meg fogja találni 10 percen belül. Jó, köszönjük szépen.
Nem érkezett további kérdés, hát ez nyilván annak köszönhető, hogy az előadásod rendkívül átfogó volt, és mindenre kiterjedő. Ígérd meg nekünk, légy szíves, hogy egy következő témával, amit már hát elárulhatjuk a nézőknek, hogy előkészítés alatt áll, majd visszatérsz hozzánk ide a mikológia tanszékre később. Én nagyon szívesen, hát az sajnálom, hogy nem élő előadás volt, tehát olyan értelemben nem láttam az emberek arcát, de hát ez már ilyen fajta ez a dolog, de nagyon szívesen jönnék, és van is olyan téma javaslatom majd annak ide, hogy ősszel vagy jövőre, vagy akármikor, ha meghívsz újra, akkor nagyon szívesen eljövök, és beszélek arról a kedvenc témámról, ami a gombaszagok kémiája. Remélem, nem volt rettenetes sok kémia benne, tehát nem ijedtek el a hallgatók. Nagyon izgalmas volt, és még egyszer köszönjük szépen. Köszönjük a nézők megtisztelő figyelmét, viszontlátásra. Egy hónap múlva találkozunk egy újabb témával. Köszönöm én is a meghallgattatók.